Külön versenyeztek a gimnazisták, valamint a szakközép és szakiskolások. Az Implom József helyesírási versenek a megyei fordulóját tartjuk, ami több évtizedes hagyományokkal rendelkezik, országos felmenő rendszerben működő verseny. Nagy kihívás ma a kollégáknak fölkészíteni a diákokat a helyesírási problémák megoldására. Azért abban reménykedem, hogy aki eljut a megyei fordulóra, az iskolák legjobbjai vannak itt, iskolánként maximum 2 tanuló, azok tisztában vannak ezekkel a kérdésekkel, de egyébként a hétköznapi munkában egyre több kihívást jelent, egyre nagyobb kihívást jelent a helyesírással foglalkozni. Természetesen itt nagy köszönet jár az általános iskolás kollégáknak, akik leküzdik a legfőbb problémákat. Sok az ellenhatás, ugye internetes csevegések és egyéb fórumok, ahol csupa kisbetűvel egybe emotikonokkal tűzdelve írnak a fiatalok, tehát nem könnyű ezt. Azért természetesen próbáljuk a legfontosabb területeket érinteni, de valóban ez elsősorban ugye az általános iskolás szakasznak a feladata. A mi iskolánkból is van versenyző, én nem néztem meg a feladatlapot, meg a tolbamondást, csak a helyi szervezők nézik át természetesen, hogy le legyen semmi technikai probléma. A feladatokat dr. Nagy János, a Szegedi Tudományegyetemnek a tanára állítja össze már a megyei fordulóra is. A verseny 2 részből állt. Először egy tolbamondást diktálunk a gyerekeknek, utána van egy kis szusszanásnyi szünet, és utána pedig egy 60 perces helyesírási feladatlapot oldanak meg. Vegyesek a tapasztalatok, de ide a megyei fordulóra már az iskolák legjobbjai jutnak el. Minden évben van olyan, amiben beletörik a bicskájuk. Az évszámok helyesírása például rendre nehézséget szokott okozni a diákoknak, illetve az ellipszionos jelszavak még mindig kemény diót jelentenek, de évről évre azért vannak kiemelkedő és jó teljesítmény nyújtó diákok. Az persze kérdés, hogy egy középiskolában mennyire helyeznek nagy súlyt a diákok a helyesírásra. Vannak, akik nagyon komolyan veszik, akik nagyon fontosnak tartják, ők az őrzők, őket kell ápolni, őket kell segíteni. A többi gyereknél meg az a nagyon fontos, hogy az internet káros hatásait, ahol a csevegőkben mindenhol kisbetű, mindenhol rövidítések vannak, rá kell venni őket, hogy a hétköznapi nyelvben, az iskolában ezek nem alkalmazhatóak. Itt rendesen ki kell írni mindent, itt nem lehet rövidíteni, itt nem lehet csupa kisbetűvel írni a dolgokat. Nehéz feladata magyar tanárok számára ezt megvalósítani.